szolnokról írt le, és a szívéből írta, abszolút. Úgyhogy igazság szerint nem majd, hogy nem kívülről tudom, de azért ezeket az adatokat mondanám nektek. Mindenki tudja ki, ugye? Itt közül. Igen. Jó. Tehát Szabó Zoltánné vagyok, 1940-ben születtem, és mivel nem tudok személyesen részt venni ezen a csodálatos napon, csodálatosan? Igen. Volt itt sírás, jelentés, örömkönnyek, sírások, nagyon nagy meghatódás, mély érzelmekig felturmosított bennünket az Úr. És azt írtam, hogy sok csodák közül, tehát a sok csodák közül, amit az Úr cselekedett az életemben és a családom életében, hát csak tényleg egy pár dolgot szeretnék. És ami feljött a szívéből, mert valóban rengeteg csodálatos dolog történt velük, és úgy írtam, hogy a kezdet. Koraszülött voltam, anyukának azt mondta az orvos, hogy miből, vagy megmarad, vagy sem. Tehát így kezdeni az életet. És nagyon sokan kezdtük így az életet, hogy vagy a szülő, vagy az édesanyja nem marad meg, vagy a gyerek nem marad meg. Úgyhogy, és egy ugrás történt az életében. Azt írtam, hogy 51 évesen születtem újra, és 1996-ban kezdtem el a szolgálatot az Úrnak, az Úrért, az emberekért. És úgy folytatja tovább, hogy már nem is tudom, hogy hányadik csodája a mi Urunk Jézus Krisztus kincseiből, hogy egy szép napon, amikor mentem és elég voltam Tisza gyendára, ez nekem egy kicsit újdonság volt ez a község, szolgálatba mentem, és azzal az új kocsival mentem, amelyen előzőleg a fiam és a családja jött haza a Balatonról. Az úton, amikor én mentem, semmi forgalom nem volt. Egyszer csak irányváltoztatott az autó, a kocsi, és bele kerültem az árkóba. Az árkon végig szántott a kocsi, az ajtó nem tudott kinyílni, de én kifeszítettem magam az autóból, tehát kihúztam magam onnan, és kipréseltem magam onnan, és kimásztam, és kiálltam az útra, hogy hátha jön valaki, és tud nekem segíteni. Akkor még nem volt mobilom, ez nagyon fontos volt szerintem a Jutka számára, hogy nem tudott akkor éppen telefonálni, és végre jött egy autó, és én ahogy megállítottam, és kértem segítséget, hogy az autómmal mi történt, láttam rajta, hogy bolondnak néz engem, mert az autót egyáltalán nem lehetett látni. Képzeljétek el, hogy úgy az áronbeli autó, hogy nem lehetett látni. Tényleg végig szántottak mindent. És valóban tudtak akkor segíteni nekem, és aztán végül is kiderült, hogy amikor megvizsgálták az autót, hogy ez a vadonatúj autó már eleve a tengelye már egyszer eltört, és valahogy ezt meg tudták csinálni, de úgyként adták el. Tehát a vizsgálat derítette ki, hogy ez a tengely már törött volt. És én akkor arra gondoltam, és hálát adtam az Istennek, hogy milyen csoda ez, hogy amit az Úr megcselekedett, hogy nem a családommal történt. Látjátok, édesanyja szív és hívő szív, hogy nem a családdal történt ez. A családja, a fia, a menye, és ott vannak az unokák is az autóban. Tehát erre tudok gondolni. És az, hogy az autó tudott működni, ugye Balatonról jöttek azon a autópályán, és az ellenségnek a gonosz terve egyáltalán nem ment végbe. És itt odaírtam, mivel a szívéből írt, hogy az ő angyalainak parancsolt felülünk, hogy kézzel hordozzon bennünk.
hogy késztetést érezzen a visszaemlékezésre, a visszapillantásra. 78-as Zsoltárt, hogyha elolvassuk, akkor Isten ott szól mindannyiunkhoz, hogy nézzünk vissza, hogy mennyi minden történt velünk, és mennyi minden jó dolgot megtett és megcselekedett. És azt írta még ide, hogy a szív túlcsordulóan, hálatással kell, hogy megteljen akkor, amikor visszatekintünk, és egyénenként is meg tudjuk nézni, hogy minden napon Isten milyen kegyelmes volt hozzánk, és milyen jóságos volt hozzánk, és minden jó indulata ott volt az életünkben. És azt írtam én, hogy Isten a szívetnek a vizsgálója, és fogadjátok szeretettel a soraimat. Ő volt a mi drága Juditkánk, Áronnak a nagymamája, mostani tanájunkban. Kicsit a család is felsorakozott, és a másik bizonságtétel Szabó Levente bizonságáról. Zsolnai Rita mai napon nem tudnak jelen lenni a férjével, és ő így írta, hogy ő egy diákunk, aki iskolán kívül nagyon sokat dolgozott, eljárt főkaszálni és egyéb munkákat is végzett. És egyik napon egy tartályból leszívta a tartályt, és tulajdonképpen egy borzasztó dolgot ivott meg, aminek a neve fagyálló. Na most nem gondolt amúgy egyébként semmi olyanra, hogy most ő neki valami borzasztó lesz ezek után. Rosszul lett, és az eszméletét vesztette, és kórházba szállították. A vesélyt leálltak, és mély altatásba helyezték az orvosok. A szülők kérdésére mentünk be imádkozni érte, amikor rátettük a kezünket a férjemmel, olyan erős áramotösszerű pozitív erő áradt át, amitől az addig mozdulatlan levette, ugye a teste mozdulatlan volt, hirtelen rángásba rángatozni kezdett pár másodpercig. És azt írja, hogy nem is ijedtünk, hogy mi történt, de a gépek szerint minden rendben volt. Ima után átadtuk a szobát újra a szülőknek, és az édesanyja azt mesélte, hogy a Levente ágyánál olyan erős volt az Isten jelenlét, amit ő erőre tudott kapni, ott abban a szobában, és azt mondta, hogy szavakban nem tudnám kifejezni, csak úgy, hogy teljesen átjárta a szeretet. Tehát a szeretettel találkozunk. Isten maga a szeretet. És átjárta őt ez a szeretet. Innentől fogva rohamosan elkezdett javulni, felébresztették, teljesen magához tért, tiszta volt a tudata is. A vesély nem működtek, ezért dialízist kapott, és az orvos azt mondta, nagyon sok volt a vérében a fagyálló, az is csoda, hogy túlélte, mert akkora mennyiségtől nem szoktak az emberek megmaradni. A gyógyulás folytatódott, és egyszer csak beindultak a vesék, és olyan nyira, hogy a kórházat is elhagyhatta. Az orvosnak a megvallását fogom most itt elmondani nektek, hogy kontrollra kellett volna járnia, de mivel annyira tökéletes volt minden eredménye, ezért nem kellett tovább menni erre a kontrollra. És itt van az orvosa. Az orvosa azt mondta, 250 fagyános esete volt körülbelül, de ilyen még nem történt, hogy ekkora mennyiségtől valaki így felépült volna, és ez csodás számmal ment ott bent a kórházban. Hálát adunk az Úr Jézus Krisztusnak, aki mindezt megcselekedte ő velem. Én is szeretnék egy nagyon rövidet mondani, mert velem is megtörtént a cigaretta eset, kivel így kivel, hogy én nekem másnapra nem kiváltam már a cigarettát. Én ilyen hetekből szívtam tulajdonképpen, olyan menőnek gondoltam, meg menőnek tartottam, csak aztán az volt a nem menő, hogy rászoktam.
és meg az, hogy az én drága kollégáim szívták az én malboromon, de ez már nagyon költséges volt, és a férjem így fogadott el engem, amikor feleségül kért, amikor megismerkedtünk, hogy én dohányzom, és nagyon sokszor rágondoltam arra, hogy Isten is ilyen. Amilyenek vagyunk, úgy fogad el itt. Úgyhogy nagyon sok csodálatos dolog történt a mi életünkben is, a gyerekekkel, a munkákkal, hogy amikor másnak nem volt munkája, a férjének is nem volt munkája, tudta azt, hogy hogyan kell beszélni, mert azért hallotta tőle, hiszen nem néven voltunk ott egymás mellett, hallotta, és azt mondta, hogy igen, az úr megsegít, meghallgatta az imáját, nem volt a kertbe, és azt mondta, hogy Uram, tudod, hogy nekem kell eltartani ezt a családot. És itt van a jó idő, és nincs munkám, és én itt vagyok kint a kertbe, ezt is megcsinálom, de kell a munka. És képzeljétek el, hogy abban a pillanatban megcsörrent a telefonja, és hívta őt egy ember, és körülbelül évekig neki dolgozott. Viszont előtte én kaptam egy olyan hírt, ami a példabeszédekben van, hogy a szorgalmas ember a királyok előtt áll. És én ezt kaptam, felemeltem, és azt mondtam, hogy igen, a szorgalmas ember, az a Hámori Vilmos, és a királyok előtt áll. Hogy lesz ez? Pont úgy, ahogy te, Juditka, hogy lesz ez? És képzeljétek el, ki volt ez az ember? Királynak hívták egyébként, és királyokat hozott ez a munka. Tehát ez azt jelentette, hogy miniszter szinten voltak a munkái, tehát minisztereknek dolgozott, miniszter helyetteseknek dolgozott, tehát a királyok előtt állt. Úgyhogy az ember, amikor ezt így leesik neki, azt mondja, hogy Úristen. És az, hogy a születésünktől egészen végig az Úr velünk van, az is egy csodálatos dolog. És amit szeretnék nektek elmondani, ma még különben néztem a naptárral, ez február 7-én történt ebben az évben, az egy szerdai nap, és én járok pondi edzésre. Én komolyan veszem azt, hogy ami lehagyik az igében, és készültem arra, hogy megyek majd az edzésre délután, és a férjem éppen valamiket ügyintézett, és azt mondta, hogy elvisz, és megy vásárolni. És átmentem, itt aki érdi, nem nagyon van most itt jelen pillanatban olyan érdi, aki azt a részt ismeri, és átmentem teljesen szabályosan a zebrán, és valahogy, ahogy így sokat gyakoroltam én ezt a részt úgymond, valahogy mindig így automatikusan néztem én arra fele, mert onnan megfordultak az autók. És ami a csodálatos volt, hogy nem szoktam én így külön elmondani a 91-es zsoltot, de aznap ez volt a szívemben, hogy emlék csak elő a 91-es zsoltárt, nem replikáztam az Úrral, hogy tudom én, az benne van a szívemben, meg már mások imádkoztak értem. Elővettem azt a kiegészítős részt, ami nem is az imakönyvben van, hanem lapokon, és akkor ezt elmondtam. És úgy képzeljétek el, hogy olyan, egy autó fordul be, amikor én már letettem a lábamat a zebrára, és a szélvédőre, vagy bocsánat, a motorháztetőre raktam ezt az ujjamat, úgy állt meg az autó. Így volt az ujjam. A szívverésem nem volt gyorsabb, nem voltam izgatott, olyan nyugalmam volt, mint hogy ez lett volna legtermészetesebb, és egy forgatókönyv, vagy egy színészi feladatot látnék el, hogy most jön az autó, és majd így fog csinálni a kezedet. Tehát semmi, tehát nem magas kózus számom, és így körülnéztem, és azt mondtam, hogy mennyi embernek lett volna rossz ez a mai nap. Ez jutott eszembe. Mennyi embernek elrontottuk volna a napját, mert helyszínen, és ki tudja, hogy vele mi történt volna.
akkor mentem át, és így néztek az autósok, átmentem a másik zebrán, és azt gondoltam magamban, hogy hát én nem fogok tudni odafigyelni a vezetőre, úgyhogy ezt most kihagyjuk. Ezt most kérlek, megmondom neki, hogy mi történt, bizonságot teszek Istenről. Isten megmentett, ott volt még egy másik edzőtársam is, és hát átöleltek, úgy örültek, úgy, hogy legalábbis az ő életük legalább, és kimentem, és felhívtam a férjemet, és mondtam neki, hogy nem megyek edzésre, azt mondom, hogy. Mondom, elmondom neked a történetet, és azt mondta, hogy megvállak, nem gyalog. Mondom, ha nem edzettem, akkor legalább gyalog menjen le, vagy menjen le ez a majdnem 2 kilométer, és akkor elmentem, hogy megvált, és láttam a férjem, hogy fehér és zöld az arca. Szóval Fradiba játszott, szó szerint. És akkor azt mondta nekem, hogy mert ugye átfutott rajta, és amit én elmondtam neki közben telefonon, átfutott rajta, és egy nagyon érdekes dolog volt, hogy pont előtte van a héten a 10 éves biztosításunkat lemondtuk. Nagyon technikázott a hölgy, hogy ezt nem, meg így. Nyilván neki ez mindig egy többlet dolog, ez az ő munkája, és mondtuk, hogy nem, mi szeretnénk ezt a pénzt kivenni, és tehát ez tulajdonképpen halálesetre, balesetre, mindenre volt, és azt mondta a férjem, mikor ilyen fehér és zöld színekben pompázott, hogy hát édesem, ezt nem most jól időzítetted volna. Tehát ez jött kivenni, mert egy ilyen minden szívű ember, tehát minden szív orvosság, úgyhogy orvosság nagyon sok esetben a családban. Ugyan nem nagyon ilyen gyülekezetbe, de higgyétek el, hogy nagyon nézik Istenben. Nagyon azt van mondani, hogy látja az élet eseményeken, hogy Isten bizonyítálandó jelleggel az ő valóságával, az ő élő valóságával. És amikor én elkezdtem szolgálni, még ezt hozzáteszem, mert ez is nagyon humoros volt, azt mondta neki, hogy hála Istennek, itthon nem beszélsz anyag. Ez volt az ő aláírása, menjél csak édesem, beszélj az embereknek Istenről, legyen egy gyógyulása, legalább itthon kevesebbet tudsz beszélni. Szóval ez volt az én úti csomagom őtől, és igen, Isten nagyon csodálatos és váratlan dolgokat is, amikor az ember így kinyitja, és ott van a nem falat, hanem egy nagy kenyér, amit be kell venni, és ott kell, hogy legyen. Úgyhogy remélem, hogy mindent el tudtam mondani, ami most így a legfontosabb, és én azt gondolom, hogy nem bántátok meg, hogy meghallgattuk egymás bizonyságát, mert bizony az utcán nem lehet gyereket elmondani. És ígérjétek el, hogy lesznek baráti beszélgetések, legalábbis nálam, amikor majd jönnek az ismerőség, és el fogom mondani a ti bizonyságotokat. És pont azt fogom elmondani, ami akkor nekik kell. Mert erre van egy ajándéka Istennek, hogy mindig pont azt fogom el, amikről akkor. Jó? Úgyhogy dicsőség legyen az Úrnak. És annyira jó, hogy itt vagyunk, és hogy énekelünk Istennek, meg énekeltet bennünket, meg azért itt felnőtt keresztül.